A gazdálkodás rövid távú finanszírozása nem megfelelően biztosított. Olvasható, a meg nem épült, geotermikus erőműveiről elhíresült Eufire Kft. Legfrissebb pénzügyi beszámolójában. Vagyis a Kft.-ben nincsen pénz. Mindez azért érdekes, mert az állam legalább 10 milliárd forint közpénzt tolt a Kft.-be, aminek eredménye azonban egyelőre nem igazán látszik. Máté Szalkán és Kocsordon épített egészségügyi termékeket, például fecskendőket és gumikesztyüket gyártó üzemet az Eufire Kft. A beruházásokat az állam több milliárd forinttal támogatta. Ennek ellenére a cég a közbeszerzéseken nem jeleskedik, az üzemekben pedig látszólag nem sok minden történik. Hatházi Ákos független országgyűlési képviselővel felkerestük a két helyszínt, hogy személyesen győződjünk meg arról, folyik-e termelés a gyárakban. Először Máté Szalkára látogattunk el. Tehát szerettem volna megnézni, hogy hogyan működik ez az intézet. Hát gyakorlatilag nem nagyon csalódtam. Ugye itt ma kedd van, 3 óra, tehát munkaidő van még elvileg. Ehhez képest itt meg lehet számolni, hogy hány autó áll a üzemnek a parkolójában. Van egy nagyon nagy, hatalmas parkoló, ehhez képest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 és 12. Tehát 12 autó van itt a parkolóban. Hát ha ketten jöttek, akkor is maximum 24-en dolgoznak itt. Jól láthatóan többre készültek. Amit még el tudok mondani, hogy itt egy hatalmas irodaház, ez is nehéz megérteni, hogy miért kell egy ilyen üzemnek ekkora hatalmas irodaház is, de az irodaházak azok tök üresek, tehát abban nincs senki. Ezután a kocsordi üzemet néztük meg. Ott még annyi életet sem tapasztaltunk, mint Máté Szalkán. Ugyanennek a cégcsoportnak egy újabb telephelye Kocsordon, néhány kilométerre vagyunk a Máté Szalka üzemtől. Ez az üzem is kapott kb. 200 millió forintot, és az az a különleges üzem, amelyiket maga személyesen Varga Mihály adott át. De Varga Mihály úr volt annyira figyelmetlen, vagy laza, hogy az átadást a saját irodájában adta, hát tényleg nagyon durva videó. Egy kivetítőn volt bejátszva, és ő a saját irodájában ott átadott a tulajdonossal együtt ezt az üzemet. Na most ebben az üzemben minden jel szerint semmilyen termelés nem folyt, ami most biztos, hogy most sem folyik, ez zárva van, megint csak itt vagyunk kedden 15 óra 26 perckor, zárva van az üzem, nem látszik nyoma semmilyen termelésnek. Múltkor még nyitva volt az ajtó, tehát múltkor be tudtam menni, és akkor a üzemcsarnokba is be tudtam nézni, akkor sem volt semmilyen nyoma termelésnek, és most annyi a változás, hogy be van zárva az ajtó. A cég megkeresésünkre azt válaszolta, hogy mindkét helyen folyik a munka, csak annyira automatizáltak a folyamatok, hogy viszonylag kevés dolgozóra van szükségük. A kocsordi üzemben pedig hajnali 5-től délután 1-ig tart a műszak. Visszamentünk ezért, hogy megnézzük, tényleg így van-e. Annyi a változás a múltkorhoz képest, hogyha megnézzük, akkor nyitva van a csúcstechnológiás üzemnek a ajtaja. Van egy fehér furgon áll előtte, illetve két kis autó áll a udvaron, illetve van két olyan nagy munkagép, amiknek nyilvánvalóan az orvosi eszközhöz gyártáshoz nincsen köze, mert 4 kereke van, és hát 30-40 tonnás lehet, vagy nem tudom, hány tonnás munkagépet látunk bent, de ezen kívül más jele nincsen. Hát lehet, hogy ma nagyon ráhúznak a fiúk, mert amióta beszélek, ugye 2 perc eltelt, és hát nagyon szorgalmasak, mert egyelőre még nem jön ki senki, de hát várunk egy picit, és megvárjuk, hogy akkor valóban hányan jönnek ki. Hát eltelt 20 perc, most itt tudom mutatni, itt 13-19, mindjárt 20 lesz. Hát nem özönlenek ki a munkások. Annyi történt azóta, hogy becsukódott az ajtó, meglátták, hogy itt valaki van. Összesen 3 embert valóban láttunk, tehát az egyik az egy széken ült ki, és aki becsukta az ajtót, meg aki kijött, tehát 3 embert azt láttunk. A cég korábban azt ígérte, hogy összesen 139 főt foglalkoztatnak majd, Kocsordon pedig 30 hely bélít. Próbáltuk megszólaltatni a kocsordiakat, akik viszont kamerán kívül elmondták, nem ismernek olyat, aki a gyárban dolgozik.
Hogy mennyire hatékony a falak mögötti munka, amit mi nem látunk, az kérdéses. A most közzétett cégbeszámoló szerint ugyanis 496 milliós forgalmat bonyolított a Kft., az adózott eredmény pedig 158 millió forintot tett ki, miközben a cégben 15 milliárd forint áll eszközök, így ingatlanok és gépek formájában. Ami ennél is beszédesebb, hogy az EU-Fire pénzeszköze 2,5 milliárd forinttal csökkent tavaly, és 2022 végére mindössze 71 millió forintjuk maradt. Pedig még az állam is beszállt a cégbe tőkeemelés útján. De nem csak ez az egyetlen gond a társasággal. Ennek az üzemnek, ahogy mondtam, 10 milliárd forintos állami támogatás segítségével sikerült beindulnia, azonban megkaptam azokat a szerződéseket, azt a szerződést, ami alapján a gépeket, tehát a benne levő gépeket megvásárolták, és ebben teljesen részletesen tudom, hogy milyen gépeket vásároltak, összesen 3 milliárd forintért. Ami ugye rögtön gyanús volt, hogy ezt nem a gépek gyártóitól vették be, vagy a gépforgalmazóktól vették meg, hanem egyetlen egy cégtől, a Trustbau nevű cégtől vásárolták meg, amelyik cég viszont nagyjából ugyanoda van bejelentve, illetve egész évben is ugyanoda van bejelentve, ahol az EU-Fire Kft. Itt gyakorlatilag teljesen egyértelmű, hogy ennek a cégcsoportnak a tagja, tehát ő saját cégétől vásárolta meg ezeket a gépeket, és utána, nagyon pontosan és precízen utána jártunk, hogy ugyanezekre a gépekre kértünk ajánlatokat, természetesen anonim módon a gyártóktól, és véletlenül pont úgy jött ki, hogy pont fele pénzért lehetett volna megvásárolni ezeket a pénzeket. Tehát az a gépeket, az történt, hogy az önök pénzéből 3 milliárd forintért vásároltak ebbe a gyárba gépeket, míg ezeket másfél milliárdért is megvehették volna. Ezzel kapcsolatban azt a választ kaptuk a cégtől, hogy a Trustbau adta a legjobb csomagajánlatot. És azért lehetnek drágábbak az egyes gépek, mert a szállítás, a szerelés és a betanítás költségei is benne vannak az árban. Hadházi Ákos minden esetre feljelentést tett az ügyben, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás büntettének gyanúja miatt. A céggel szemben jelenleg két eljárás is folyik, ezeket nemrég egyesítették. Arra azonban a NAV nem válaszolt lapunknak, hogy pontosan mivel kapcsolatban nyomoznak.